Az ember ősi vágya, hogy repüljön. Őrzik a múzeumok Leonardo da Vinci zseniális repülőszerkezeteinek 15. századi terveit. Motoros géppel először a levegőbe emelkedni azonban csak a Wright testvéreknek sikerült a 20. század elején. 27 évvel ezelőtt kezdtem a szakmát. Gyerekkoromban műanyag repülők ragasztásával foglalkoztam, most ez lett belőle. Ezt a szakmát 25 évvel ezelőtt kezdtem el, és hát lehet, hogy egy kicsit mulatságosan is hangzik, már gyerekkoromban érdeklődtem a repülés iránt, ahogy meghallottam egy dübörgő repülőgépet a fejem fölött, fölnéztem az égre, aztán onnantól kezdve máshova nem is tudtam nézni. Eredetileg, mint ahogy ezt általában a legtöbb ember, akit érdekel valamennyi a repülés, pilóta akar lenni. Én is azt szerettem volna lenni. Egészségügyi okokból és más okokból is végül is nem lettem, de aki egyszer megszereti ezt a szakmát, illetve egy kicsit vonzalmat érez hozzá, az nem tud lemondani róla, hogy nem tudja megengedni magának, hogy távolabb kerüljön tőle. Valamilyen kapcsolata kell, hogy legyen hozzá. Abban az időben még Tupoljevek voltak, egy Tuszász 34-es volt az első gép, amin igazán szerelhettem, ahhoz kötődnek az első emlékeim. Ennek a gépnek köszönhetem, hogy megtanultam angolul, tanulhattam Amerikába, bejárhattam vele a fél világot. Kedvenceim a végellenőrzés. 5-6 napos munka után egy órába összpontosul az eredménye. A repülőgép szerelő légijárművek szerkezetének, a gépészet és elektromos berendezéseket tartalmazó rendszereinek műszaki kiszolgálásával, karbantartásával, javításával foglalkozik. Bőven akad dolga felszállás előtt és landolás után is. Ha hibát talál, arról gondos feljegyzést készít, és erre nagy szükség van a szerelő munkák elvégzése után is. Bizonyos repülési óraszám után az időszakos karbantartást is el kell végezni. E tekintetben nem számít, hogy nagy utasszállító vagy kicsiny magánrepülőről van szó. A cél az utasok érdekében a lehető legnagyobb biztonság megteremtése. Én a repülőgépek elektromos és elektronikus rendszerének a tesztelésével, javításával, ellenőrzésével foglalkozom. Nem laborszinten. Tehát a repülőgépre felépített berendezések üzemi körülmények közötti ellenőrzését, javítását hajtom végre, illetve hajtom végre a kollégáimmal együtt, hajtjuk végre. Miután én műszerész vagyok, nem szerelő, ez a szakterületem, ezért általában könnyebb, egyszerűbb, finomabb kézi szerszámokat használunk. Kisebb fogók, kisebb villáskulcsok, csavarhúzók, de ezek között természetesen nagyon sok speciális szerszám is van. A leggyakoribb hibák nem is hibák inkább, hanem természetes kopásból adódnak. Ugyanolyan sűrűn cserélünk féket, kereket, szűrőt, mint egy autón. Gyakran végre kell hajtani a repülőgépeken úgynevezett módosításokat, modifikációkat. Egy-egy rendszert át kell alakítani, fejlődnek a rendszerek, berendezéseket cserélnek benne, vagy újabb vezetékeket kell behúzni a újabb és fejlettebb rendszer működtetéséhez. Ilyenkor általában azért többen dolgozunk, és a legjellemzőbb eset arra, amikor több embernek kell együtt dolgozni, az általában a teszt. Ezeket ugye egymás között a szakmában meleg próbának hívjuk. Érdekes a kifejezés, de ez így van. Előfordul, konkrétan ezen a repülőgépen is például egy sugárfék próbánál, tesztnél 4 ember összehangolt munkájára van szükség, esetenként 6. Egy-egy hajtóművön 2-2 ember, a műszaki rekeszben lent még egy ember, és itt a pilóta kabinban minimum egy ember. Itt nem lehet hibázni. A szerelőnek be kell tartania a technológiai utasításokat. Még az sem mindegy, milyen sorrendben húzza meg a csavarokat. Az elektromos alkatrészeket szakszerűen kell kicserélnie, értenie kell a feszültség, az áram, az ellenállás, a folytonosság méréséhez. Ezen kívül ismernie kell a repülésben használt anyagok tulajdonságait, például az alkalmazott szövet, gumi vagy műanyag lemezek teherbírását, a fémes szerkezetekkel kapcsolatos előregedés típusait, a védekezési módszereket. Ismernie kell a hajtóművek üzemanyagait, a tömítő, szigetelő anyagokat, a jég vagy a hó eltávolításának módjait. Személy szerint én a repülőgép levegőjel rendszerének a tesztjét, javítását szeretem a legjobban. Ez egy igazán látványos és jó munkafolyamat. A technika fejlődésével számunkra nem túlságosan nehéz a lépést tartani, mert a vállalatunk, ahol dolgozunk, rendszeresen, minimum 2 évenként szaktanfolyamokat szervez számunkra, hogy éppen az iparágban az aktuális újdonságokkal megismerkedjünk, hiszen nem tudnánk végezni tovább a munkánkat. Véleményem szerint a szakma 20-30 év múlva ugyanebben az irányban fog továbbfejlődni, csak sokkal nagyobb számban, sokkal jobban tér fog hódítani a számítástechnika és a robottechnika a repülőgépek vezérlésében. A repülőgép szerelők a szabadban vagy zárt helyen, de többnyire a hangárban végzik közepesen nehéz fizikai munkájukat.
A munkát sokszor fárasztó, kényelmetlen pózban kell végezni. A repülőgépek indulás előtt és érkezés utáni átvizsgálását a nyári kárnikulában a tűzőnapon ugyanúgy el kell végezni, mint télen. Sajnos ez egy zajos munkahely, gyakran használunk zajvédőket is. Amikor pedig olyan munkafolyamatok zajlanak, hogy a repülőgép különböző részein több ember összehangolt munkájára van szükség, akkor már csak a távolságban adódóan is, de természetesen a zaj miatt is fejhallgatókat kell használnunk. Az orvosi vizsgálatokon, amin rendszeresen részt kell vennünk, minden évben egyébként részt kell vennünk, külön foglalkoznak a hallás vizsgálataink. Erre a szakmára azok jelentkezzenek, akik jól tudnak angolul, szeretik a műszaki angolt, szeretnek csapatba dolgozni, jó kézügyességük van, és szeretik a pontosságot. Aki ezt a szakmát választja, mindenképpen szüksége van türelemre, csapatmunkában való, tehát együttműködési készségre, jó memóriára és kitartásra is természetesen. Ebben a szakmában az a legszebb, hogy két egyforma munkafolyamat nincsen. A ugyanolyannak tűnő munka is újból végrehajtva egészen más lesz. E szakmához elengedhetetlen a jó műszaki érzék, melyhez nem árt, ha kitűnő kézügyesség társul. A leírások és a műszaki dokumentáció elkészítéséhez jó rajzkészségre és megfelelő angol nyelvi kifejezőkészségre van szükség. A húzalkötegekhez, az aprólékos rajzok tanulmányozásához és a mérőműszerek leolvasásához kiváló látással kell rendelkezni. Épp és teljes hallás nélkül nem lehet ezt a munkát végezni. A repülőgép szerelés a vegyi ártalmak és a nagy méretek miatt veszélyes, de a biztonsági előírások betartásával a baleset elkerülhető. Munka közben a feladatokat elsősorban a csoportvezetőmtől kapom, de van egy úgynevezett termelés irányító részleg is, annak a megfelelő beosztottjától is szoktunk munkákat kapni, mert van, mikor a csoportvezetőm is dolgozik, és máshol, más helyen, területeken kell tevékenykednie. Természetesen az összes repülőgépen dolgozó kollégámmal, más szakterületen dolgozó kollégámmal együtt kell működnem, a mechanikus kollégákkal, a kabin belsős kollégákkal, lemezes kollégákkal is. Az együttműködésre nagyon nagy szükség van, mert különben nem halad a munka, és ezért nagyon jó kommunikációs készséggel is kell rendelkeznünk, és hajlandóságot kell természetesen mutatni arra, hogy a másikat is megértsük, és elfogadjuk az ő álláspontját is.